Én középiskolás voltam Battonyán, a Mikes Kelemen szakközépiskolában és gimnáziumban, és vasárnapi ebédünk volt, ahogy az előbb is mondtam, anyám letette a húslevest, és apám, ja, megettük az ebédet, és a végén mondtam, hogy köszönöm szépen az ebédet, és nem anyám válaszolt rá, hanem apám, hogy egészségedre. És én azt bírtam mondani, soha nem bocsájtod meg magadnak, hogy nem neked köszöntem meg, hanem anyámnak. Érted? Ezt miért mondtad? Nem tudom, hát pont akkor kamasz voltam, ideges voltam az apámra, szerintem ilyen mondatom mindenkinek van, ha szépen belegondol az életébe. Ez egy olyan seb, ami örökre vöröslik az ember szívében, nem tud begyógyulni, de ezek a sebek szerintem azért vannak, hogy tanuljunk belőle. Tehát ha ezek a sebek nincsenek, akkor én ma nem vagyok olyan talán a gyerekeimmel, amilyen vagyok. Nem biztos, hogy jó vagyok. Tehát, de tételezzük fel, hogy igen. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Rákóczi Ferenc, rádiós és televíziós műsorvezető. 2000-ben a Danubius Rádióban ismerte meg őt az ország. 2016 óta a Rádió 1-en Sebestyén Balázssal és Vadon Janival Balázsék címmel készítik reggeli műsorukat. Ő vezette az Ezek megőrültek, a 40 milliós játszma, a Troll a konyhában című showműsort. Élettársával két gyermeket nevelnek. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, ezen a papíron fogalmak szerepelnek, valamennyi az ő életének meghatározó szereplőjére, korábbi idézetére, szerintem érdekes aspektusára utal, talányosan és rejtélyesen megfogalmazva, szóval Rákóczi Ferenc sem biztos, hogy tudja, hogy mely kifejezés... Nem akar, miért nem küldted át ezt előre? Jaj! Azok kedvéért, akik... Ja, jó napot kívánok, szervusztok, bocsánat! Akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám nagyon gyorsan, hogy mely kifejezések közül választhat Rákóczi Ferenc. Verejtékkel, csúszásveszély, forró szék. Mire gondoltál? Vissza a startmezőre? Mégis jó tanácsadó? Nehogy lemaradjak? Kis gombóc. Fontos lecke. Mondhattam volna. Fenékig. Nincs változás. Akarta a fene. Miért megy jobban? Ledílelték. Rossz szájíz. Mindenre? Rábíztam magam. Nagyszerű. Annyit segítek, hogy ami látszólag nagyon evidensnek tűnik, közel nem biztos, hogy arra utal, amire te gondolsz. Aha, de fogalmam nincs, mi mire utal. Válasz kérlek egyet. Melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük az elején, verejtékkel. Jó? A verejtékkel a te szüleidre utal, aha, mert hogy ők tudomásom szerint egyszerű, nagyon dolgos emberek voltak, és elég szegény sorból származtak. Vérrel, verejtékkel rakták össze azt, amiük van, amit aztán én elkótyavetyéltem. Azt azért nem hiszem. Nem. Figyelj, következő a helyzet, hogy mind a két család csonka család volt, tehát az egyik szülő, mind a kettőnél az apa hiányzott, édesapám az, ő nem is ismerte például az édesapját, ebből aztán nekünk később volt egy ilyen apa-fia konfliktunk, amit nem oldottam meg akkor. Hát és akkor beszéljünk erről, azért ez elég érdekes téma. Ha életem nagy tragédiájával akarsz kezdeni, akkor azt rögtön el is találtad, mert az én apám úgy ment el 1999-ben, hogy ezt nem oldottuk föl. Mondom a szituációt. Ő soha nem ismerte az édesapját, mert ugye megfogant, és utána az én nagyapám ugye elhalálozott. Tehát őt az édesanyja nevelte föl, másik 8 testvérével együtt. Tehát nagy család. Ezen a részen is anyai ágon is ugyanez volt. Ott a nagypapa erős alkoholizmussal küzdött, és akkor a nagymamám mondta egy idő után, hogy a kívül tágasabb, tehát elküldték. És mind a kettő, ez a 30-as, 40-es évekről beszélgetünk, tehát két világháború között, plusz aztán a világháború, ahol két olyan családnak kellett megállnia a helyét, ahol egy nagymama, nekem nagymamám, egy anyuka volt. Mind a kettő család nagyon nehéz körülmények között élt, és aztán ebből jöttek ők össze, egy nagyon szép sztori van egyébként erről, akkor még voltak bálok, ugye? Ahova a kisasszonyok úgy mentek, hogy az anyukájuk kísérte őket, és akkor a mamák ültek az újkígyósi, ma már Petőfi Sándor művelődés otthonban, akkor nem tudom, hogy Petőfi Sándor volt, de mindegy, a Kultúrban, játszott a zenekar, mellettük ültek a lányok, és ugye a kérőknek oda kellett menni a mamához, és a mamától kérted el a lányt. Az én édesapám egy ilyen közel 2 méteres, nagyon nagy darab
nagyon-nagyon jóképű ember, ebből kicsit örököltem volna a papa, nagyon jóképű ember lépett oda az én nagymamámhoz, és akkor azt mondta neki, hogy akkor a Máriát szeretné elvinni táncolni, meg úgy egybe feleségül is, tehát hogy azért ne nagyon gondoljuk ezt így röviden, ezt a dolgot túl. Szerelem volt első látásra. Gyakorlatilag igen. Igen, szerelem volt első és utolsó látásra is, hogy a faternak volt-e az életében előtt, de arról nem nagyon szól a családi legendárium, ő egy nagyon nagy életű ember volt. Fia, olyan sztoriaim vannak, hogy megőrülsz. De ezt nektek mesélt el, vagy visszahallottad mástól? Ez már későbbi sztori. Most csapungunk egy kicsit, mert a tragédiát is akarjuk, meg a izét is. A tragédia az volt, hogy mivel az én apám nem ismerte az ő apját, az én nagyapámat, ezért neki nem volt apaképe. Tehát azt szoktam mondani, hogy már az is jó, ha van egy rossz apaképed, mert abból ki tudsz indulni, hogy te milyen nem akarsz lenni. Na most ez voltam én, aki 37-38 éves koromig nem akart gyereket, azt mondta, hogy ez az egész, ez nem jó, mert... Te miatt? Hát én azt gondolom, ma igen. Nagyon sok önmarcangolással, meg nagyon sok ilyen önismereti saját magammal való beszélgetéssel ma már azt gondolom, hogy ez miatt. Tudod? Hogy az én apám egy nagyon gondoskodó ember volt. Nulláról kezdték, tényleg semmiük nem volt. Tehát ott nem volt az, hogy majd a szülők vesznek házat, meg ilyen semmi. Oda költöztek az apám anyjához. A többiek addigra már kirepültek a fészekből, ott laktak anyámmal, mellette építkeztek, és szépen felépítették az életüket. Én az apámból annyit kellett volna, hogy észrevegyek, de én nem ezt akartam észrevenni, hogy meleg van a házban, van mit ennünk, és van ruhánk, és így viszonylag jó körülmények között élünk. Az ő szeretet nyelve az ez volt a gondoskodás. De én sokkal szívesebben emlékeznék arra, hogy nagyon sokat lovacskáztam a térdén. Vagy sokkal szívesebben emlékeznék arra, hogy elmentünk közösen nyaralni. Mi soha nem voltunk sehol. Ez pénzhiány volt, vagy inkább így rendezkedett be? Szerintem így rendezkedett be. Nem, mi nem éltünk rosszul, tehát mi már... nem voltunk ilyen nagyon klasszikusan szegény család, érted? Apámék igen, meg anyámék is, de aztán ők nagyon kemény munkával házat építettek, volt autónk, volt telefonunk, ugye kurblis telefon még a régi. De olyan szuverén embernek gondolok, hogy te 13-14-15 évesen nem tudtál kezdeményezni bármit családon belül. Hogy menjünk el? Nem. Képzeld el, hogy ez, amit te most látsz, ez nagyon komoly meló, meg nagyon hosszú évek, és leginkább egy Vajda Judit nevű jelenleg velem élettársi kapcsolatban élő Béka álnevű kisasszony, egy csomó nőt így ismerhetik szerintem, aki ezt belőlem kihozta. Én a párkapcsolati sztorikban nagyon zárkózott voltam mindig is. Tehát én egy csomó baromságot követtem el az előző párkapcsolataimban. Hogy úgy csaptam be ajtót egy szó nélkül, hogy elmentem, mert én azt gondoltam, hogy ennek itt a vége. Oké, de ez egy 7 éves kapcsolat volt, amit én így zártam le, érted? De miért így zártad le? Mert nem volt meg a nyelvezetem. A mi családunkban a vasárnapi ebéd, meg egyébként minden ebéd, meg minden vacsora az úgy zajlott, hogy leültünk, anyám kitette a forró tyúkhúslevest, azt mondta, hogy jó étvágyat, megettük, a végén azt mondta, hogy köszönjük, és fölálltunk. Nem volt kommunikáció. Az érzéseitekről, hogy egyáltalán nem beszélgettetek? Semmiről. Ők ketten még úgy, ahogy, de mi például gyerekként ugye nagyon kevés dologba voltunk beavatva. Akkoriban ez nem is volt divat. Van a felnőttek dolga, azt ők csinálják. Ma érted, én, ha hozunk valami családi döntést, akkor leülünk a vacsoraasztalhoz, az nálunk szent, hogyha éppen nem Kadarkai Endrénél vagyok, akkor mi vacsorázunk rendesen. A szent, akkor nincs tévé, nincs telefon, nincs semmi, az a miénk, és akkor megdumáljuk, hogy mi legyen. Tudod? De ez már, ha jól sejtem, a te párodnak és a te önmunkádnak az eredménye. Igen. Nagyon tudatosan és tervszerűen állítod elő ezt a fajta szertartásrendszert, igen, ami most van. Igen, fogalkörömmel ragaszkodom hozzá, a karácsonyhoz, a közös vacsorákhoz, a beszélgetésekhez, a problémákról való beszélgetésekhez, a gyerekeink előtt, mindenhez, persze. Ha már a problémákat említed, hogy azt mondod, hogy ez élete tragédiája, mit nem oldottatok fel akkor édesapáddal kapcsolatban? Na, mondok neked például egyet, hogy ugye nem nagyon voltak ilyen beszélgetések, és nekem egy másik apa hiányzott. Ma már tudom hova tenni az öreget, és nagyon hálás vagyok neki, hogy mindent megteremtett nekünk, amit meg lehetett teremteni, de nagyon hiányzik. Például olyan élmények,
amiből szerintem nagyon soknak kell lenni egy apa-fia kapcsolatban, abból nekem megszámlálható van, és így egy vagy két kezemben megszámlálható. Volt egy gyönyörű P10-es panóniája az apámnak, érted? Én most úgy választottam motorkerékpárt, hogy ahhoz hasonlítson. És azzal mi egyszer mentünk közösen Pacsika bácsihoz a falu szélére fagyizni. Érted? Vagy hogy volt egy trabantunk, és az öreg kivitt bennünket a mezőre megtanítani, vezetni. Hogy abból számolatlannak kellett volna lenni, érted? És egy-kettő volt. Anyukát se érezte, hogy nektek ez hiányzik? Hát ő se, persze. Egy nagyon jó lelkű, a családját végtelenségig szerető, gondoskodó parasztasszony a szó legnemesebb értelmében, néhány elemi iskolával. Mert ők például úgy jártak iskolába, hogy az első iskolai nap, az ugye szeptember, az én anyámnak, meg az én apámnak, ez az első iskolai nap, ez november 15, mikor befejeződött a meló a földeken, de 6 évesen, érted? Tehát nem 18 évesen, hanem ők így éltek, hogy figyelj szívem, ha túl akarunk élni, akkor jönni kell ki, és kapálni kell, és csinálni kell. És ezt ők az egész életüket végig dolgozták. Ugyanakkor, ha már így megtiszteltél a bizalmaddal, azt hittem, hogy azért ti a legvégén édesapáddal ezt úgy elsimítottátok, lévén, hogy ő nagy beteg volt, és te végigkísérted az ő utolsó útját. Igen, talán úgy simítottuk el, én simítottam a saját lelkemben, de amikor egy haldokló utolsó óráiban a fülébe suttogsz valamit, az már csak neked mentség, tudod? Hogy elsimítottuk, nem simítottuk el, meg nem is tudom, hogy lehet-e. De mivel kapcsolatban van neked például lelkiismeret furdalásod? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Én középiskolás voltam Battonyán, a Mikes Kelemen szakközépiskolában és gimnáziumban, és vasárnapi ebédünk volt, ahogy az előbb is mondtam, anyám letette a húslevest, és apám, ja, megettük az ebédet, és a végén mondtam, hogy köszönöm szépen az ebédet, és nem anyám válaszolt rá, hanem apám, hogy egészségedre. És én azt bírtam mondani, soha nem bocsájtod meg magadnak, hogy nem neked köszöntem meg, hanem anyámnak. Érted? Ezt miért mondtad? Nem tudom, pont akkor kamasz voltam, ideges voltam az apámra, szerintem ilyen mondatom mindenkinek van, ha szépen belegondol az életébe, csak ezután ugye vagy az történik, hogy te normális vagy, és azt mondod, hogy bocs, nem így gondoltam, csak ideges vagyok, vagy az apád leken egy irgalmatlan sallert is belefejelsz a húslevesbe, na most nálunk semmi nem történt. Ki sem ment a szobából? Nem, én mentem ki aztán. Érted? Ez egy olyan seb, ami örökre vöröslik az ember szívében, nem tud begyógyulni, de ezek a sebek szerintem azért vannak, hogy tanuljunk belőle. Tehát ha ezek a sebek nincsenek, akkor én ma nem vagyok olyan talán a gyerekeimmel, amilyen vagyok, nem biztos, hogy jó vagyok. Tehát, de tételezzük fel, hogy igen. Úgyhogy... De valaha megtudtad azt, hogy ez neki például hasonlóképp megmaradt? Nem, hát nem beszéltünk semmiről. Hogy vagy, jó, köszi. Hazamentem. Azt se tudtam, igazából például, amikor én Budapestre kerültem a Rádió Bridge-hez rádiózni, sosem mondta, hogy ő büszke rám. Később már a halála után mondta anyám. Tudod, hogy amikor te oda kerültél a Rádió Bridge-hez, az 96 volt, ő 99-ben halt meg, hogy akkor ő végigbiciklizte a falut, azt elmesélte, érted, hogy a gyerek nagy ember lett. Ha ezt te akkor tudod. Akkor nyilván más, de nincsenek ha dolgok az életben szerintem. Nincsenek? Nincsenek. Azt is gondolom erről, hogy önsorsrontást elkövetni emiatt, hogy úristen, tehát legyek, nem lehetek öngyilkos amiatt, mert 10 éves voltam, hülye voltam, nem volt családi mintám. Ezt most el kell tenni egy polcra, hogy ez történt, próbáljuk meg azt, hogy most már én ne legyek ilyen, és mondjuk a gyerekeimmel való kapcsolatom ne legyen ilyen. Meg azért azt gondolom, egy szülő-gyerek viszonyban ennél sokkal nagyobb bűnök is bele kell, hogy férjenek. Ez egy kamasz hegyke mondata volt, amit egy szülőnek, ha megvan a magához való esze és intelligenciája, akkor tudja, hogy ezt helyén kell kezelni. Ez egyébként tök érdekes, hogy akkor ez nekem nem volt egy fájdalmas pont. És tudod, amikor az öreg lehúnta a szemét, akkor ez volt az első mondat, ami eszembe jutott. Ez volt az első, hogy anyám, ugye én még otthon voltam hétvégén, bementünk a kórházba, megnéztem, visszajöttem Pestre, és akkor talán kedden telefonált anyám, hogy az öreg elment, és akkor letettem a telefon, és ez volt az első,
hogy basszus, ezt soha többet nem mondhatod azt az apádnak, hogy mekkora egy büdös barom voltam. Érdekes. Érdekes, de látod, mindezek után és tükrébe azért körbe biciklizett a faluba, amikor oda kerültél. Szóval, hogy azért valószínű, hogy feloldódott ez az ő lelkébe. Reméljük, igen. Válasz kérlek egy másik témát. Másik? Lehet ugrani is? Vagy? Bármit, hát persze, hát ez te utolsó, aminek egy szimpatikus. Rábíztam magam. Eleje, vége. A rábíztam magam, ez egy nagyon érdekes kérdés, én sokat szoktam ezen gondolkodni. Volt egy olyan mondatod, hogy neked soha nem voltak terveid az életben. Te mindig a Jóisten tenyerén voltál, és úgy rábíztad magad arra, hogy úgy alakuljanak a dolgok. Igen. Te tényleg hiszel abban, hogy ennyire esetlegesen alakul a mi életünk? Nyilván ez egy kicsit baltával faragott mondat. Tehát nézd, nekem van üzleti vállalkozásom, ott azért nem lehet, tehát nem játszhatok 30 ember életével, hogy gyerekek, majd lesz valahogy, ha nem, akkor bocs, akkor hazamentek, nincs fizetés, tehát hogy ezt nem teheted meg, de az a fajta tudatosság, amit például én látok nagyon sok fiatalban most, és nagyon sokban nem, de hogy az a fajta tudatosság bennem, én soha nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Én úgy mentem el középiskolába, érted, hogy hát ott volt üres hely. Így lettem mechanikai műszerész, vagy műszergyártó és karbantartó. Én hangszerkészítő akartam lenni. Csak anyám nem engedte meg, mert azt mondta, hogy olyan szakma nincsen, majd mit fogsz csinálni, érted? És vagy aztán, ahogy kikerültem a középiskolából, ott már azért illett volna így körülbelül tudni. Hát figyelj, én sodródtam. Én voltam minden csak akasztott ember, nem? Ezt mindig elmesélem, mert óriásire szereti mindenki, hogy a szegedi városi tanács temetkezési kórusában voltam énekes, érted? Hát azt nem tervezed, az jött, akkor csináltuk azt, mert meg kell élni valamiből. Te csináltál szerintem necces dolgokat is. Lopott cuccokat árultatok egy rövid ideig. Nem tudtam, tisztelt bíróság, egyrészt elévült, oda jött hozzám egy csávó valami helyen, hogy óriási biznisze van, a szegedi, akkor talán Marx térnek hívták ma, Mars tér, ha jól emlékszem, hogy ott neki van egy ilyen placca, oda kéne kiállni minden reggel, van egy ilyen szétnyithatós kis asztalkája, melegítők, tudod, három csíkos, nagy pipás, amit akarsz, minden van. És akkor én ezt így árultam, néha két naponta jött, elvitte a pénzt, hozott árut, és akkor az egyik két naponta nem ő jött, hanem a rendőrség, és mondták, hogy jó napot kívánok, maga most velünk jön, lefoglaljuk az összes árut, meg mindent, és én csak így néztem, mert hát kiderült, hogy ez egy ilyen csencselt kamionról leesett cuccok voltak, engedély az no, és tehát semmi nem volt benne igaz. Hát ilyenél el is lehetett volna vinni téged, nem? Hát akkor el is vittek, de aztán ugye én mondtam, hogy nekem fogalmam nincsen, mondták, hogy Rákóczi úr, jó nagy hülye, ért akkor még elvtárs, vagy nem tudom, nem, akkor már nem, ez 90-es évek eleje, hogy azért jó nagy hülye volt, hogy nem írtak egy papírt, vagy bizományiba adta ezt oda magának, vagy hát mondom, én rá se néztem, olyan jó ötletnek tűnt, érted, hogy ott vagyunk 20 évesek, Szegeden, közben tudsz sencselni egy kis német márkával, hogy hívják, jugoszláv konyakkal a pult alól, ilyenek. De te attól nem féltél. Végigvehetnénk itt, mert képesítés nélküli tanító is voltál, vagy tanár voltál, elküldtek, el kellett jönnöd. Akkor még lehetett ilyet csinálni, képesítés nélküli tanító, szerintem most is hamarosan lehet, mert nagy a baj. Nagy a baj, nagy a baj. Igen. De attól te nem féltél, hogy nem volt ez veszély, hogy te elkallódsz. Hogy úgy... De én nem akartam nem elkallódni, vagy nem akartam... Érted? Nekem nem, én sodródtam, tök jól éreztem magam, óriásikat bulisztunk, szabad ember voltam, senkinek nem tartoztam semmivel, ha nem volt pénzem, én elmentem éjszaka vagont rakni Szegeden. De Feri, ebből szokott aztán egy ilyen nagyon léha, nagyon könnyelmű élet következni, aminek a vége... Az is volt. Egy ideig, aztán nagyon benőtt a fejed lágya. Hát igen. Tehát sok ilyennel találkoztál. Mert annyira, azért annyira én nem sodorult, tehát egy gát a neveltetésem miatt mindig volt bennem, amit tudtam, hogy nem lépek át, tudod? Tehát hogy most mondhatnám azt, hogy véletlenül sodorultam bele dolgokba, mint ahogy a melegítős sztoriba véletlenül nem tudtam, érted? Nem tudtam, fogalmam sincs. Nyilván, hogy kicsi eszed van, akkor utána nézel, hogy lehet árulni melegítőt a, nem tudom, a Szegeden. De neked a józanságod, a helyzetfelismerésed érkezett meg, és utána jött az életedbe béka,
vagy érkezett béka az életedbe, és az szabott egy olyan keretet, meg egy olyan rendszert a te életedbe, hogy az volt az igazi változás és kapocs. Az tehát igazi változás az igen, az ő volt, aki egy csomó mindent, úgyhogy ő... Figyelj, én a béka előtti időszakban, ott volt ez a bizonyos 7 éves kapcsolat előtte, a kettő között, hát én ilyen álmokfutásban voltam, de mindenben. És ez, ha belegondolsz, ez a 30-as éveim közepe volt, amikor minden normális ember azért már vagy megállapodni igyekszik, vagy építeni igyekszik valamit, hogy legyen egy saját lakása, legyen egy egzisztenciája, legyen terve. Na most nekem az volt a legnagyobb álmokfutás, érted? Tehát két ilyen pénzszóró gépfegyverrel álltam, ami belefér, érted? Ott a buli, gyerünk, menjünk. De meg is hívtál embereket? Senki nem számít. Tehát az a típus voltál, aki... Micsoda. Hát az egyik legendás történetünk nekünk, volt egy zenekarunk a Danubius Rádióban. A Best Of. Országszerte méltán világhíres Best Of együttes. 15 évig működött, és imádtuk, óriási szerelem volt. Na hát ott volt olyan, hogy egy budapesti klubban léptünk föl, amikor is, hát én belevetettem magam a buliba, és ugye én voltam a zenekarvezető, a többiek elpakoltak, elmentek, mondták, hogy jössz, mondom, nem, mert itt még óriási parti van, és akkor másnap fölhívtam a klub tulajdonost, hogy mikor tudok beszaladni a gázsiért. Hát mondta, hogy bármikor bejöttek egy italra, de tegnap este ő azt odaadta. Elbocsátod ott akkor este? Egyébként karitatív célra ment, mert én beleestem egy izébe, egy lánybúcsúba. És mondták, hogy ők arra gyűjtenek a mennyasszonynak, hogy vannak különböző feladatok, de hogy aki tud adakozzon, mert ők szeretnének nászútra menni, de nincs pénzük. Zuty! Úgyhogy ilyen, persze, ilyenek voltak. Mennyit pacsálhattál szerinted ez alatt? Nem szoktál ezen gondolkodni, nem, hogy... Megőrülnél. Nem is szabad. Annak akkor ott az volt a helye, most lehet, hogy 300 négyzetméteres házban laknánk, nem 80 négyzetméteresben. De hogy egy szabad szemmel látható összeg. Hát szerintem igen. De ez apai vonal, tehát azért a papa ebbe a nővérem születéséig, ő nagyon nagy világi életet. Látod, azért van itt mintakövetés. Láttam. De ezt én nem tudtam, mert erről a családi legendárium értett kussolt. Tehát, hogy mi erről semmit nem tudtunk, már felnőtt voltam, amikor a anyám mondta, hogy azért a faternak voltak nagy pillanatai. Tehát figyelj, ő állatfelvásárló volt a gyulai húskombinátnál, és kimentek, ugye ők jártak ki megnézni a jószágokat, hogy mi mennyit ér. És akkor ő volt olyan, hogy tehénszaros gumicsizmába bementek Békés Csabára, a békeszálló nagy termébe, ami a legelegánsabb hely volt, és ahogy beléptek, akkor a cigány már elkezdte húzni apám nótáját, mert tudta, hogy itt ma óriási buli lesz. Szóval, hogy igen. Tudott élni, valóban. Úgyhogy innentől kezdve hiszek abban, hogy ez géneken keresztül is tud öröklődni, mert ezeket én nem tudtam. De elmondod nekünk érzékletesen, hogy a te párod miképp és hogyan tudott ekkora nagy fordulatot előidézni te benned? Mert azért ez nagyon fura. Most így belemélyedtem a te életedbe interjúk nyomán, és azért úgy tűnik, te hogy szegély. Egy... Te interjúkat olvastál és néztél velem. Kolléganőmmel felkészítenek, lehoz ki milyen kiváló dolgozata nyomán, de hogy azért te egy felelősségteljes, tudatos, a gyerekeidre nagy gondot fordító, az időddel iszonyatosan jól gazdálkodó ember vagy. Nagyon szépen hazudok ezekbe az interjúkba, hogyha ezek jönnek le. Nem, ezt nem hiszem. Nem lehet ennyi ideig hazudni. Szóval az kitűnik azért, hogy te úgy az életed nagyon normálisan, egészséges lelkülettel és szerényen próbálod meg vezetni és menedzselni. De igen, békának köszönhető a dolog. Illetve mindazon embereknek, akik eddig engem elkísértek az úton, de a legnagyobb löketet azt ő adta. Hát a mi kapcsolatunk az egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, nehezen indult el, mert hogy mind a kettőnknek más dolga volt jelen pillanatban az életben, hogyha érted, mire gondolok. Igen. Tehát más oldalán éltük akkor az életünket. Ő besétált a Danubius Rádióba, ahol Fülöp Attila barátommal cigarettákat és kávékat fogyasztottunk a hátsó teraszon. Mind a ketten Alfa Romeo tulajdonosként néztük az ott jelenlévő személygépjárműünket, és begördült egy újabb Alfa, aki így beállt a mellénk a parkolóba, és kiszállt
ilyen nő, érted? Na, már mire fölért, addigra az e-mail fiókjában mind a kettőnk levele ott volt, hogy kedves új kollégina, mert ezt megtudtuk, hogy ő lesz az új kolléginánk, hogy kedves kollégina, ajánljuk a szolgálatainkat, bármilyen szolgálatról legyen is szó, és hát ebben a pár harcban aztán én nyertem, fülessel szembe, de megmaradtunk azért barátoknak, hála jó Istennek, és... Figyelj, mi legendásan jól tudtunk dolgozni, tehát nem hitték el az emberek, mindenki azt mondta, hogy ezek ezer éve ismerik egymást. És elindult egy kapcsolat mélyebb része, aminek így megállt parancsoltunk, hogy az ne történjen meg. Az aktuális partnerek miatt, ha jól sejtem. Igen, plusz ez nekem az előbb említett nagy szünetem volt, ahol aztán Orvérzésig, de mindent. És valamiért a BK-val kapcsolatban azt éreztem, hogy vele nem csinálhatom meg azt, amit sajnos nagyon sok csajjal megcsináltam, meg az egész életem, most nekem ez nem kell. Márhogy nem akarok itt most mindenáron magánjellegű dolgokba belemászni, de úgy törtek a női szívek utána? Tehát ezt úgy kell elképzelni. Hát ez olyan nagyképűen hangzik, de... Ne így mondjuk, hogy törtek a szívek, bunkó módon bántam néha emberekkel, szituációkkal. Igen, volt olyan egyészakás kaland, amit ha megbeszélsz, hogy ez egy egyészakás kaland, akkor abból nincs baj. Jó, hogy a másik oldalon érzelmek is születtek, hát ahogy ez lenni szokott. Vagy legalább annyi, hogy ez zár le korrektül és tisztességesen. Én nem köszönés voltam. Nélkül. Köszöntem. Uh-huh. Nem volt szép, na. Úgyhogy ez tény és való. De azt tudtad, hogy itt máshogy kell eljárni. Igen, azt éreztük mind a ketten. Tehát a béka, ő hazament, és mondta az anyjának, hogy megvan. Tehát, hogy itt nincs kérdés, ő az a csávó. Így bemondta? Így, igen. Az anyja ekkor kapott szívinfarktus, kezei csokom anyuka ezen alkalomból is, hogy na, ott egy rádiós, a média, az biztos, hogy nem lesz jó neked, de hát aztán egyelőre jó lett, úgy néz ki a dolog. És elindult, összegabajodtunk egy ilyen céges estén, de nem gabajodtunk össze annyira, amennyire. Tehát, hogy az ágyig nem jutottunk el. Romantikus séta, és átbeszélgettük az egész éjszakát. És a következő napot, az aztán következő éjszakát, és így tovább. És bennem ő generálta azt, hogy úristen, ezt másképp is lehet. Tudod? Ő volt az, aki a végső löketet megadta ebben a dologban. Oké? Elindult, de akkor engem visszarántott az addigi életem, ez nem az addigi élet, ez az én hibám, hogy akkor még engedtem magam, hogy én nekem ez mégse kell. Nyilván szembesülsz az összes szaroddal, ami már bocsánat, a elmúlt 36 évedben volt. Az összes zsíványságoddal, nem gonoszsággal, csak az összes elkövetett ilyen lelki bűnöddel. Megijed az ember, azt vettem észre. Hát persze, megijed. Uh-huh. És akkor azt mondtam, nem, köszönöm szépen, és akkor mi egy évig úgy dolgoztunk, azt képzeld el, hogy benne a rádióban a legnagyobb császárok voltunk a közös munkában, tehát még egyszer mondom, mindenki azt mondta, hogy úristen, ez hogy lehet, hogy ti ennyire egyfelé tudtok gondolkodni, így tudjátok csinálni a dolgokat, és ezen kívül egy megveszekedett, büdös, árva szót se beszéltünk. De közben szenvedtél, mint a kutya, vagy azzal hitegetted magad, hogy ez így van jól? Azzal hitegettem magam továbbra is, hogy ez nekem nem kell, ez nekem jó ez az élet, így, hogy akkor is azzal megyek haza, akivel akarok, azt sem, amit akarok. Mindezt az ő szeme láttára időnként? Tehát tudhatod, hogy te azért kalandozol. Igen, persze. Hát azért nem volt ez egy szép gesztus. Most így az így kiszólt most a számom. Most mondtam el, hogy egy csomó rossz dolgot csináltam. De ez alatt az egy év alatt sem voltál akkor feltétlenül arra tekintettel. Hát nem volt, igen. Hogy találtatok aztán mégis vissza egymáshoz? Hát ő talált vissza. Tulajdonképpen ez is neki köszönhető. Tehát azt a löketet, azt még ő adta meg. Tehát csak, hogy összefoglaljam. Tehát te azt mondtad, hogy köszi nekem, ez most sok, távolodunk, van egy év, megint elengeded a lovakat, és ő az, noha lehetett volna sértett fél is. Hát persze, sőt. Sőt. Hát én a helyébe, igen. De szerintem pláne mindenki. Nőként, az igen. Meg aztán különösen, azt mondja, hogy igen. Ja, és akkor ő volt az, aki... Hát nem is tudom már, de egy szabadtéri rendezvényen vezettem műsort benne a belvárosban, és ő ott lakott nem messzire, és akkor ott ittunk egy kávét, és aznap este már ott aludt, és nem is ment haza soha többé. Ez de szép.
És te akkor tudtad azt, hogy na, akkor itt most Ferinek meg kell változni nagyon végig gyorsan. Végig tudtam, hogy ez az út jó, érted? Csak valahogy a franc. Na, erre mondom azt, hogy ha amit ez a mondat mondott veled, hogy ugye én mindig csak így éltem az életemet. Igen. Hogy ebben pont ez van, érted? Hogy én nem akarok tervezni, nem akarom látni, hogy mi lesz párkapcsolatomban. Jó, ez így, tök jó, menjünk, gyerünk, hadd szóljon, aztán majd lesz valahogy. Érted? És akkor ő a béka lépett felém tulajdonképpen. Ha ő nincs, mi most nem biztos, hogy itt. Nem biztos, ülünk, de lehet, ugye? Hogy igen. Vagy lehet, hogy máshol ülünk egy fogdában. Tudom, nem tudom. Ez, látod, ez megint az, amire az előbb azt mondtam, hogy mi lett volna, ha passz. Lehet, hogy most följebb vagyok, vagy mi az, hogy följebb vagyok, ez is hülyeség. Jó helyen az ember a szívébe kell, hogy legyen meg a családján, ez a többi majd lesz valahogy. Valószínűleg más, igen, más lenne, vagy más apropóból beszélgetnénk. Igen. Lehet. Válaszunk kérlek egy másik kifejezést. Közben én kilövöm akkor. Jó, jó. Verejték és rábízom magam. Fenékig. A fenékig az szintén egy ilyen filozófikus mondatodra utal, azt mondtad, hogy te minden korszakodból kihoztad a maximumot. Igen. Ez biztos? Szerintem igen. A kereskedelmi televíziózásból is kihoztad, szerinted? Oké. Hát az egy tök érdekes sztori. A kereskedelmi televíziózás, ugye az Majkával indult, az Ezek megőrültek című, ahogy szoktam volt mondani, népszerű kulturális szórakoztató műsor. Azért az nem volt akármi, azt tegyük hozzá. Figyelj, azt szerintem zseni volt. Az első évad. Az első évad, én a másodikat már nem is szerettem. Ugye az első évadot kint forgattuk a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban, iszonyatosan jó hangulatban, úgyhogy én akkor hajnali rádióztam. Tehát én fölkeltem 4-kor, bementem a rádióba, 10-kor beültem valami autóba, kimentem Kamara Erdőre, és volt olyan, hogy hajnal 1-ig forgattunk. Egy műsort vettünk föl egy nap alatt, celebeket lögdöstünk ugye sárba, és egyéb ilyen szórakoztató dolgokat csináltunk, nagyon-nagyon élveztük, szerintem majdnem mindenki, tehát a szereplők közül is egy 90%-a. A másodikat már nem annyira szerettem, ott bekényszerültünk egy stúdióba, jöttek változások, mindegy. És akkor én kaptam még egy műsort, a 40 milliós játszma, amit aztán később 50 milliós játszma néven a Liptai, Klaudia meg a Majka folytatott, és én azt nagyon szerettem, képzeld, de élőbe ment. Soha nem felejtem az első adást, hogy álltam a kulisszák mögött, ilyen szétnyíló ajtón jöttem be, és ott sírtam, így számoltak vissza, hogy 5-4, és mondtam, hogy én nem megyek be. Annyira be voltál tolva? Annyira be voltam szarva egész pontosan. Teljesen kész voltam, érted? Hogy élő adás a tévébe. Nyilván nyílt az ajtó, akkor bementél, lehoztad, és nagyon nagy siker volt a műsor. Azzal ott nyertünk nézettséget, mindent, még díjat is kapott meg, akármicsoda. Azért itt megállnék egy pillanatra. Ugye ez volt az a műsor, amit eredetileg Vágó Istvánnak szántak. Szegény Vágó István, Isten nyugosztalja, amikor beszéltünk, ezt mindig a fejemhez vágta, hogy én vettem el azt a műsort tőle, nem én vettem el, amikor engem hívtak, akkor ő már arról a bizonyos listáról már le volt húzva. Ő összeveszett akkor a csatornával, vagy nem tudjuk, mi volt az oka, ugye igen. Valahogy megtudta, hogy nem ő vezeti ezt a műsort. Ő haragudott rám nagyon, de a Rónai Egon is haragudott. Miért? Rám. A Rónai Egon azt gondolta, hogy én rugattam ki a Danubius rádióból. De miért? Milyen konfliktusotok volt? Hát a konfliktusunk nem volt semmi, az történt ugye, hogy engem fölvettek oda egy éjszakai beszélgetős műsorra 2000 elején, és közben aztán én egy 2-3 hónap múlva be kellett üljek az Egon helyére, mert az Egont kirúgták. Ő 10-től 2-ig vezetett kívánság műsort, és kirúgták, és akkor nekem kellett oda beülni, és hát ezt ő nagyon zokon vette, hogy én beültem a helyére, mint ahogy az én helyemre is be fognak majd ülni egyszer, és a tiedre is vélhetőleg, mert a világ az ilyen. Nem biztos. Szerintem igen. Én tudok olyan műsorvezetőkről, nem egyről, nem egy-kettőről, akik nem ültek be. Aki nem ült be. Kész helyzetre. Tehát amikor valaki elment, igen. Még engem is ért ilyen megkísértés, és csirájában elfolytottam. És azt mondtad, hogy nem, nem. Ült be. És meg is mondom, hogy miért. Az összehasonlítás elkerülése véget, és korrektség, szakmai korrektség véget, mert másnak ez egy életen áttartó sebet is okozhat, ugyanis te példázod az ő
pótolhatóságát. A legjobb szándékkal is. De valaki beült volna. Valaki beült volna, csak nem te. Hát figyelj, én ezt nem gondolom ennyire. A mi szakmánkban meg főleg nem gondolom ennyire. Ha kirúgnak egy géplakatost egy gyárból, mert nem hozza a megfelelő számokat, akkor oda is föl fognak majd venni valakit. A vágó búcsúját követően mikor kértek fel tőled? Mert nagyon gyorsan zajlott az egész. Tehát ott most utána olvastunk, ugye sokan azt írták, hogy miattad kellett távoznia, semmi köze nem volt neked. Nem, semmi, ezt meg is beszéltük Istvánnal egyébként többször is. De hogy neked ilyen nagyon hirtelen kellett eldönteni, az egy csőre töltött, nagy költségvetésű prime time game show-ja volt a TV2-nek, tehát az biztos, hogy elindult, költöttek rá már eleget, vágóval történt, ami történt, a TV2-vel valami ott nem egyezett, és azt mondták, hogy Feri, akkor te csinálod. Így van. És akkor villám gyorsan elkezdődött. De én igazából nem is tudom, én voltam egy castingon, ahol még voltak 10, érted, és le kellett vezetni egy fél műsort, megnézték, jó, oké, majd szólunk, és szóltak. Tehát most akkor például azt se kellett volna elvállaljam? Én nem tudom, én csak kérdezek, hogy én bennem nem, például... Te ki, nem, te kijelentetted, hogy a te magam, életedben a magam, volt a olyan, amikor beülhettél volna valaki. Igen, és egyszer azt mondta nekem egy nagy televíziós, hogy amikor egy másik nagy televíziósnak megszűnt egy nagy költségvetésű műsora, nem nyilvánosan mondta, ezért nem vagyok felhatalmazva, hogy elmondjam, és őt elsőként megkeresték, azt mondta, hogy ezzel mágában nincs, és ez bennem nagyon megmaradt. De én például nem, oké, az Egon eset, de az Egon, ne, a Rónai Egonnak egy kívánságműsora volt, ami minden kereskedelmi rádióban van, érted? Tehát nem az volt, hogy a nem tudom milyen című, csak az Egonhoz köthető műsort vezetett világos utána. Vagy a vágó nem vezette ezt a műsort, ezt én vezettem. Ebben teljesen igazad van, tehát, hogy nem köthették hozzá. Igen, tehát hogy ezt ő még nem csinálta. És mondjuk, ha most azt mondod, hogy holnap itt neked ezt megköszönnék, és nekem szólnának, hogy ugyanezen a címen, ugyanebben a formátumban vezesd a Kadarka helyet, akkor nyilván nemet mondasz. De itt azért ez nem ez volt. Megértettem, ebben teljesen igazad, hogy nem egy... Tehát, hogy én nem érzem hátba... Személyiségre igen. Idomított műsor volt. Tehát ez egy kívánság műsor volt, ahol szegény Rónai Egon, és aztán szegény Rákóczi Feri óránként másfél percet beszélhetett. De te például ezeket a konfliktusokat, ezeket mindig érdekel a konfliktusrendezés, ezeket hogy intézted, akár Rónaival, akár Vágóval? Na látod, az Egonnal például igazából nem intéztük el, mert én talán bent ültem már, amikor ő beviharzott, és akkor volt valamilyen félmondata, és kiviharzott a bántottságtól, amit tökre megértek, mi nyilván elvesztette az állását, és én meg ott ültem, nyeretlen 2 évesként, tök a vidéki gyerek, érted, azt egyszer csak ott ül a Danubius rádióban, és aztán hosszú évekkel később mondott egy ilyet az Egon, hogy most már így érti az egészet, meg nem haragszik. A vágóval meg nagyon sokszor, ez ugye mindig, ha mi például fölhívtuk adásba, akkor mindig ez volt az első, hogy de a Feri, mondom, nem én voltam, jó, tudom. Szóval az igazából... Belsimult, ez már csak heccelődés volt. Az már csak heccelődés volt. Igazából, figyelj, ha egy picit belegondolt, akkor nem haragudhatott rám, mint ahogy én se... Most akkor én haragudtam volna a Liptaira, mikor utánam jött a 40 milliós játszmában? Miért? Hát nekem nem szóltak többet, érted? Na és ez a tévés karrier onnan indult el a beszélgetés, hogy engem nagyon sok műsorral keresgéltek, amiket én így szépen visszautasítottam mindig. Mondjál kérlek, mondjuk 2. Párkereső realityt kellett volna csinálni annak idején, meg még mit tudom én micsodát, és akkor mondtam, hogy én nem akarok ilyet vezetni. De miért nem? Mert nem akartam. Nekem a tévé sose volt akkora szerelem, van egy pár produkció, ami nagyon az, de nekem mindig macerás volt. A rádió az ez. Van 2 ilyen fémizé, egy ember megnyomja a gombot, jó napot kívánok, tessék. A tévés produkció, főleg a nagy produkciók, tehát például az Ezek megőrültek, ott belegondoltok, reggel 10-kor elkezdtük, és volt, hogy hajnali 1-kor még forgattunk, egy 45 perces műsorról beszélünk. Tehát, hogy iszonyatosan sok emberen múlik,
ha egy operatőrnek lemerült az aksi, akkor már az van, hogy jó, megállunk, visszaáll mindenki. Tehát az egy viszonylag nagy macera. Amit most például nagyon élveztem csinálni, az a Mutasd a hangod, mert hogy az, ott viszont végig röhögtük az egészet, és nagyon ilyen flottul ment az egész. Gyakorlatilag majdnem real time vettük föl a műsort. És akkor én úgy, hogy nekem a rádió mindig egy szabadabb, kedvesebb, őszintébb, jobb műfaj volt, mint a tévé, tehát és ebből is látszik, bocsánat, hogy nem voltak nagy terveim, ugye, mert hogyha nekem nagy terveim vannak, amit itt rábíztam magam témakörre, akkor nyilván vállalom a tévés műsorokat is. Mert úgy tűnt kívülről, hogy egy nagyon fényes kereskedelmi televíziós karrier vette kezdetét, és szökkenhet szárba, és úgy hirtelennyében kikoptál, vagy akkor ezek szerint ez a te döntésed volt. Én döntésem is volt, nyilván, ha háromszor fölhívnak, és te háromszor nem ezt mondasz, negyedjére meg ki nem akarnak fölhívni. Nagyon tök jó volt, imádtam ezt a korszakot, semmilyen izém nincs ilyen lelki furdalásom, vagy hiányérzetem, hogy én nem voltam ott, vagy nem én lettem a nem tudom kicsoda. Találtunk egy idézetet, amikor egy időbe ment valamelyik műsorod, Balázsékkal szemben, mármint a két kereskedelmi televízió, akkor te azt mondtad, hogy amúgy se vagyok szupersztár figura. Az, én nem vagyok, azt szerintem. Ki a szupersztár figura szerinted? Műsorvezetők? Igen. Műsorvezetők közül? Hát szerintem vannak megkerülhetetlen. Ez a szupersztár, ez nem biztos, hogy jó szóhasználat volt akkor a... De hogy mi hiányzik, szemről. Hogy mit vélelmezel, hogy hiányzik semmi. Te belőled, ami másba esetleg meg lehetett? Semmi, nem akartam én ezt úgy, hogy annál nagyobbra... Azért bennem van egy ilyen nagy gát a vidéki gyerek, azért az bennem van, tudom. Mai napig. A mai napig is. Én tudom zavarba érezni magam nagy nevű műsorvezetők, vagy színészek, vagy ismert emberek mellett. Tökre. De milyen körülmények nem, közt? Nem, akármilyen, egy ilyen partiba, érted? Én rosszul érzem magam. Amit így mindenki tök természetesen visel, az nekem tud feszengős lenni. Látjuk is rajtad? Nem. Vagy annyira slágfertik, hogy kivágod viszont magad. Valamit aztán megoldod, de úgyis nem. Nem, ezt az alkoholista képet erőltetem megint magamról, hogy nekem az, hogy én ma Magyarország legnagyobb kereskedelmi rádiójában a legjobb műsornak vagyok a részese, az nekem ilyen mai napig ilyen csoda, tudod? Én egy új kígyósi gyerek vagyok. És ez nem kopik ki az emberből? Nem, szerintem nem. Szerintem nem. És ez okozhat benned egyfajta blokkot vagy gátat? Ami önbizalom hiányol társul, vagy azt eredményez? Ez nehéz rólam elhinni, hogy önbizalom hiányos vagyok, ugye? De van egy pár dolog, amiben persze, igen, igen. De ma már ezt szerintem jobban tudom kezelni, mint pár évvel ezelőtt. De voltál te téblából olyan gyámoltalan? Persze, abszolút, egy csomó mindenben. Valószínűleg ez a tévés dolog is. Kevéssé volt tudatos azért ez a visszamondós része. Talán nem is jutott eszembe, hogyha ilyenek az lesz a következménye, Feri, hogyha három műsorra nemet mondasz, hogy nem fognak többet hívni. De igazából nem zavart, tudod? Tehát, hogy nem volt bennem az, hogy mekkora egy hülye vagyok, hogy nem mondtam nemet arra a műsorra, hogy... Csinálunk néha olyat, magánéletben, meg szakmailag is, aha, hogy nemet mondunk, miközben félünk tőle, és megmagyarázzuk, hogy végső soron nekünk nincs is akkora szükségünk erre. Szóval csak oda akarok kívülni a magam nyakateket mondját. Nagyon szép tördöfés volt ez. Hogy volt-e kellő önbizalmad, igazi, nagy, mert ehhez kell, ehhez a szakmához te pontosan kell, tudod. Persze, kell, szinte kell. Időnként kétségbe vonhatatlan magabiztosság, legalábbis olyan értelemben, hogy meg fogom tudni csinálni. Igen. És azok a műsorok, amire téged hívtak, azért azok a fiúk és lányok, akik ezt csinálják, azért úgy tudják magukról, hogy ha ők kiállnak, megvan az a karizma, megvan az a hatósugár, hogy én el fogom hitetni azzal a 1,5 millió emberrel, akkor még annyian néztek. Sőt, hogy ott nem lesz baj. Akkor nem vállaltam volna a másik kettőt se szerintem. Meg azóta azért én csináltam egy pár műsort, tehát a ilyen teljes eltűnés a részemről nincsen.
tudod? Csak ma már megválogatom, hogy mit vállalok el, ha a kedvem, úri kedvem úgy hozza, akkor megyek. Én már csak azért nem, most megint kerestek valami műsorral, és akkor mondták, hogy de majd ilyen megbeszélés, meg olyan izé, meg fölkészítés, meg hát mondom, biztos, hogy nem én vagyok az emberetek. Tehát ha most töröd ki a telefonszámomat. Tehát, hogy ez nekem annyit nem ér, hogy... A macera része zavar? A macera része, igen, 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 igen. A sok macera, tudod? Vannak olyan műsorok, amiben a sok macera nem zavar, és szívesen csinálom, de a mindenáron ott lenni, az már nekem 53 éves vagyok. Már nem akarok, érted? Ha lenne olyan valami, ami sok macerával működik ugyan, de nagyon jól, akkor abba oké, de az a fajta dolog, ami egy 20 évesben munkálkodnia kell, hogyha ezt a szakmát választja, hogy már pedig gyerünk előre, csináljuk, az nekem már szerintem nem kell. Rádiózásban szerinted mi a te erősséged? Tehát az, ami úgy nagyon rád jellemző, és ezt kevesen, vagy csak te tudod Magyarországon? Azt nem tudom, hogy van-e olyan, amit csak én tudok. Ugye a mi hármasunk egy tök érdekes dolog, mert van két elme háborodott egymásra, csavarodott, agyban egymásra csavarodott csávó, a Jani meg a Balázs, akik zseni módon tudnak szárnyalni, és én vagyok mindig, én tudom hozni azt a fajta alapot, ami lehet ugrálni például. Tudod, aki egy kicsit mindig vissza tud rántani, mert azért néha az is kell, mert a világűrbe, ha kilövöd magad, ha nincs egy kötél, aki, én tudok lenni a földhöz ragadt, amilyen én tudok lenni az átlag ember, akinek nem indul el úgy az agya, vagy aki reálisabban tud látni de dolgokat. De ez kicsit szerep is, ugye? Hát figyelj, gyakorlatban mind... Most legyünk őszinték egymással, ha egy ilyen jellegű műsort vezetsz, ott ugyan van alapja annak a szerepnek, amit játszol, de azért te nem te vagy. Tehát itt most ugye van a Jani, aki spúr. A Jani nem spúr, érted? De neki ez a szerepe, hogy ő a lőrinci kisember, aki mindent megnéz. Nem vagyok följogosítva róla, de ő nem ilyen, érted? Tehát, hogy ő nem ez a csávó, aki ilyen. Én vagyok az, aki aztán állandóan disznóvérbe, disznóvágáson fürdik talajrészegen. De nem így van a dolog, érted? De, vagy például mondom azt a példát, ha beszélgetünk erről a lapról, és te azt mondod, hogy ez fehér nekem, akkor is azt kell mondanom, hogy ez fekete, ha látom, hogy fehér. Hogy konfliktus, vagy legalábbis feszültség. Ha feszültség legyen valami. Ki. Ha mindig mindenben aranyosan elnevetgélve egyetértünk, abból nem lesz műsor. Hogy kérdezek valami érdekeset, bár azt hiszem, hogy mindent elmondtatok ezzel a hármassal kapcsolatban, de amikor megszületett ennek a hármasnak az ötlete, ez úgy történt, tudomásom szerint, de most meg tudjuk az igazságot, de most ezt csak sajtóinformációk nyomán sikerült kiderítenünk, hogy Balázs azt mondta, hogy ő egyet ígér, ha odaadják mellé Vadon Janit, ő megveri a Bocskorékat egy éven belül. Így van. A Danobius azt mondta, mi egyet kérünk, a Rákóczit tett be harmadiknak. Igen, mert én és ez most akkor tökre ellentmondunk az interjú eddigi részének, ahol a vadállatot festettük le, érted, a 30-as éveiben, de azért én adásban egy szabálykövető csávó voltam. Tehát én valószínűleg azért voltam a Danubius kérése, mert tudták, hogy akkor azok a format dolgok, amik meg kellenek, hogy legyenek egy ilyenbe, az miattam meg lesz, és jöjjön rá a Balázs meg a Jani a csillogó humorukkal, a fantasztikus elmeháborodottságukkal, és hát, ha ez jól fog működni. Te nem voltál betolva? Amikor bejöttek először, tudod, ez tök érdekes volt, mert mi nem nagyon tudtuk, hogy fogunk együtt műsort vezetni, mert nem volt próbaadás, mert nem volt semmi. 6 óra, 5 perckor én még ültem egyedül a stúdióban azon a hétfő reggelen, amikor egyszer csak berúgta az ajtót a két srác, és onnantól kezdve elindult az őrület. Tehát, hogy nekünk, érted, egy fél megbeszélésünk nem volt. Azon a sajtótájékoztatón találkoztunk igazából először, amikor bejelentették, hogy mi hárman fogunk együtt dolgozni. Na, te is mondd, az igaz, hogy ti nagyon tudatosan monitoroztátok Bocskorékat? Mi az erősségük, mi a hibájuk, és egy idő után ez az esetlegesség, ez átváltott egy nagyon professzionális, célhoz rendelt műsorkészítés. De az esetlegességünk nekünk továbbra is megvan egyébként. Tehát az, hogy van egy adásmenet letéve reggel 6-kor a pultra,
az aranyos dolog. Például lehet rajta reggelizni, uh-huh. vagy a kávé nem folyik bele a pultba. És aztán van, amikor azt használjuk, de az esetlegessége, hogy mondjuk bedobsz valamit, ami történt veled tegnap, és jó sztori, akkor az azonnal kiüti azt a témát, amit egyébként beírtunk. Tudok titkot tartani. Nektek ez már kicsit rutin? Egy-két dolog igen, persze. Tehát az egy gyomorremegéssel nem keltek reggel, hogy Istenem, élő adásban megyek. Szerintem mind a hárman azért, ha gyomorremegés nincs is, én azt szoktam mondani, hogy amikor úgy mész be, hogy ezt már mindegy is meg lehozzuk, akkor abba kell hagyni. Nem volt ilyen, tizenvalahány év alatt. Ennyire nem. Figyelj, én nekem egyre nehezebb ez a koránkelés, de szerintem mindhármunknak egyre nehezebb ez a koránkelés, de nekem nem volt még olyan a 15 év alatt, hogy nem mondjam azt reggel, amikor csörög az óra, hogy gyerünk. Hogy valami biztos lesz. Tehát a Jani biztos, hogy bedurrant valami óriásit. A Balázs tuti, hogy elviszi jól egy sztorit. Én tuti, hogy hozzá tudok tenni még valamit, hogy ez így összeálljon. Tehát minden napunkban van valami, ami... de ezt nem, szerintem ezt nem, hatos csavart lehet esztergálni úgy, hogy tök mindegy. Az is szerintem egy rossz élet, ha így esztergálsz. De ezt a műfajt, ezt nem lehet csinálni úgy, hogy nem érdekel. Azzal számolsz te? Tehát úgy már lepörgeted azt a forgatókönyvet, noha legendásan nem vagy ezek szerint tervező típus, hogy lesz majd egyszer egy olyan reggel, hétköznap reggel, amikor nem kell bemenni? Igen. Nagyon nem gondolkodtam rajta, persze van B-tervem, amiből mondjuk megélünk. Ez az étterem? Ez az étterem például az étterem, úgyhogy erre készülök, de nem tudatosan, és biztos, hogy nagyon, nagyon rossz lesz. Rossz lesz? Hát először nagyon jó lesz, tudod, azért ha ennyi évig van benne, ráadásul a mi életünkben nem a munka szintjén van, neked, te 24 órában vagy reggeli rádióműsor készítő, abban a szerencsés és néha szerencsétlen helyzetben, hogy ez a napodon is elkísér. Tehát itt megállsz, leteszed a motort, jössz be, és a két néni, aki ott megy a bódból, a Ferikát maga mit keres, itt mindjárt kelni kell, érted? Szóval, hogy ez úgy az egész napodban benne van, és ez tök jó, meg tök fárasztó is néha. De most azt mondtam pont valamelyik nap a gyerekeimnek, hogy 15 évet csináljuk mi hárman, én előtte egy 3-4 évet elhúztam reggel, tehát én 18 éve kelek 4:30-kor, a következő 18 évben 9 előtt nem akarok fölébredni, tehát nagyon csendesen indultok iskolába. De akkor ez már közel van, ezek szerint? Nem tudjuk, hogy közel van. Bennünk van még, megyünk tovább. De azért az érdekes pillanat lesz, ha már arról beszéltünk, hogy be lehet-e ülni, nem lehet-e beülni, más helyet megcsinálni, nem csinálni, ha majd egyszer bekapcsolod reggel a rádiót, mondjuk 8:30-kor fölkelsz, és ott lesznek a fiúk, mondjuk ők még folytatják, aha, úgy döntenek. És én meg nem. És ott lesz egy harmadik ember. Jó kérdés, persze. Persze. Benne van a pakliban, hogy bármelyikünk azt mondja, hogy most már neki ez sok. Más tervei vannak, elfáradt, ez lehetek én is. De az meg egy megalapozott döntés kell, hogy legyen. Figyelj, annyi minden van mögöttünk ebben a 15 évben, hogy abból még évekig ellubickolunk a lelkünkben szerintem. Tehát, hogy így fölütöd ezt a nagyon vastag könyvet, amit mi teleírtunk ennyi idő alatt, és olyan oldalak vannak, mert mindig azt szoktam mondani, hogy olyan sztorikat éltünk meg, ami semmi pénzzel nem megvehető, tudod? Tehát, hogy itt a gazdagság se segítene abban, hogy a mi kis életünk lapjait, ami ez a három fiúnak ez a 15 éve, azt teleírd. Ez de szép gondolat. Nagyon gazdag, nagyon jó könyv. Tudod, mindig ez például is számta, szóval előkerül adásba is nyilván ez a dolog, és hogy az emberek ezeket mennyire nem látják, hogy te mit teszel bele egybe, de nem is kell látni. Tehát az, aki mondjuk bérből és fizetésből él, és csak azt látja, hogy de az éttermesek meg azt úgy szívesen végigvinném ezen az úton egyszer. Vagy azon is, amikor az jön, hogy de milyen könnyű nektek rádiósoknak, hogy például a mi mindhármunk életében a srácokkal, de az enyémmel is, érted, én 96-ban minden hajnalban 2-kor Békéscsabai vasútállomáson álltam, szvártam a postavonatot, hogy jöjjek dolgozni Pestre a Rádió Bridge-be. Hogy akkor így senki nem irigyelt.
tudod, mikor januárban álltál fűtetlen, vagy vasútállomáson egy ilyen lehajtható szék, az volt a postavonat, volt három szék, azzal vitték a csomagokat föl. Hajnal 2-kor fölültél, 5-kor Budapesten voltál, fölmentél a Naphegytérre, megcsináltad az adást, és délután hazamentél, mert nem volt annyi pénzem, hogy albérletet fizessek. Tudod, de ezek úgy mindig elfelejtik az emberek, de nem baj az. Csupa szép sztori van a te életedben. Tehát ott a BK-val való történet, a gyerekekkel, a Balázsék féle hármas, az étterem. Ez nem szerencse. Így keretes szerkezetet adva ennek az interjúnak. Én nekem meggyőződésem. Nem, és az a jó példa, én nem akartam ott beleokoskodni, mert olyan vagyok, imamalomszerűen mondom mindig azt, hogy nincs szerencse. Szóval azt szokták szerintem emberek elfelejteni nagyon sokszor, hogy micsoda kinkeserves út vezet például adott esetben sikerig, és ezek döntések. Tehát az például, hogy te azzal a postakocsival jártál fel, hogy te bementél teljesen ismeretlenül, és azt mondtad, hogy én itt szeretnék lenni rádiós műsorvezető. Volt egy budapesti csaj, akit fel akartam szedni, hát ez volt a... Azért ez nem így van, mert egy évvel később, mikor hívtak, te akkor is oda mentél. Akkor is, nyilván persze, hát egy ilyet nem butaság lett volna, érted, elutasítani. De én a Békés Csabám nagy ember voltam, főszerkesztő voltam a rádióban, tehát választhattam volna azt is, az is egy jó sztori lehetett volna. Hát nem tudom. Mondom, az a fajta tudatosság, amit egy csomó embernél látok, hogy képzi magát, vannak 5 éves terv előre, az nálam ilyen formán nincsen. Most sincs? Most egy kicsit több, mint ha 10 évvel ezelőtt beszélgetünk. Vagy mondjuk 10 éve nem már, de mondjuk ha 17-8 évvel ezelőtt beszélgetünk. Tehát most 2023 novemberét írunk, ha mondjuk, nem tudom, 28-ba hasonló körülmények közt, szintén novemberben leülünk egy beszélgetni, hol leszel? Mit fogsz te csinálni? Tudod-e már? Nem. Tényleg nem. Van, amit tud, szerintem rádiózni már nem. Mit mondtál? 28. 5 év. Hát akkor én 58 leszek, még a franc se tudja, de lehet, hogy azt már nem, a korai kelést, azt ki tudom iktatni az életemből. 5 év múlva gyerekek 20 évesek, lehet, hogy az olasz vagy a spanyol tengerparton a BK-val egy koktélbárba fogunk ketten állni, és megpróbáljuk a gyerekek egyetemi tanulmányaira összeszedni a pénzt a sajátunkban. Az például jó buli lenne. És azt általában ti szoktátok élvezni. Azt igen, nagyon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem. Mi van? Még van egy csomó kérdés. Hello! Hey! Egy csomót érítettünk ide. Nagyon köszönöm. Köszönöm én is.